A Szatmár-Ferencváros a női kézilabda utánpótlás program 2014. augusztusában indult el Fehérgyarmat Máté Szalka nagyecsedi szatmárnémeti részvételével, azzal a céllal, hogy a történelmi Szatmár területén egységes képzést kapjanak a legfiatalabb kézilabdázók. Napjainkban már 29 településen 45 edző foglalkozik több, mint 857 és 8 éves kislánnyal. Ha csak a számokat nézzük, már akkor is azt kell mondjam, hogy egy egyedülállóan prosperáló projekt, de mivel hogy ez egy történelmi Szatmárt átfogó, tehát mind a két oldali Szatmárt átfogó projekt, ráadásul megfejelve a Ferencváros szakmai hátterével, mert ki kell emeljem azt, hogy Elek Gábor úr, aki most ráadásul nem csak a Fradinak, hanem a magyar női kézilabda válogatottnak is vezetőedzője lett az Ambrós Martinnal és a Beával, felvállalt ennek a projektnek a mentorálását, a szakmai mentorálását. Tehát én úgy érzem, hogy sok szempontból egy egész Európában egyedülálló projekt, és jó úton vagyunk. A Ferencváros utánpótlás igazgatója, a játékosként olimpiai ezüst és bronzérmes Kökény Beatrix szerint a programnak köszönhetően ismerték meg a határon túli csapatok a legkisebbek által játszó szivacs kézilabdát. A határon innen lévő edzők ugye komoly tapasztalattal rendelkeznek, hál' Istennek ők régóta foglalkoznak szivacs kézilabdás korosztállyal, tehát nekik hál' Istennek csak egy-egy tanácsot kell adni, ők nagyon jól képzettek, és már régóta művelik ezt a részt. A határon túliak viszont teljes újdonsággal néztek a szivacs kézilabdára, ott igazából testnevelő tanárok karolták föl ezt a programot, úgyhogy ott nekik minden információ új és fontos. A Ferencváros edzői által tartott gyakorlati bemutató segítségével a sportág legújabb edzésmódszereit ismerhették meg a jelenlévő szakemberek. A kézilabda élet ezáltal a program által mindenképpen fellendült, mert eddig 4.-5. osztályban tudtuk elkezdeni ezeket a felkészülő gyerekekkel. Most már előkészítő első másodosztályban, tehát 7-8 évesen is elkezdjük a gyerekekkel a kézilabdát, és hosszú távon bízunk benne, hogy ennek a programnak is köszönhetően gyümölcsöző lesz, és több sikert érhetünk el, mint az eddigiekben. A Szatmár-Ferencváros a program következő állomásán április első hétvégén a romániai Mezőfényen 30 szivacs kézilabda csapat részvételével rendeznek majd tornát.